Jó az idei termés, befejeződött az árpa és a búza aratása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kétfajta kalászosból összesen 134 ezer tonnát takarítottak be a gazdák. Óriási drogfogás, román nyomozók 330 kg, több mint 60%-os tisztaságú heroint foglaltak le a Pete-Csengersima közúti határátkelőnél. Új árvízvédelmi stratégia, vízügyi szakemberek pontosítják az ár- és belvíz veszélyeztetettség mértékét, és a várható klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő programot dolgoznak ki. Befejeződött az árpa és a búza aratása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kétfajta kalászosból összesen 134 ezer tonnát takarítottak be a gazdák, ez több, mint az elmúlt évi termés. Az ország más területeivel ellentétben a térségben az őszi búza minősége jobb az átlagostól. Az Agrárkamara elnöke elmondta, a malmok már érdeklődnek az idei jó minőségű gabona iránt, és jelenleg 5100 forintot kínálnak értem mázsánként, ami magasabb az előző évi árakhoz képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 30 ezer hektáron vetettek kalászosokat, amelyeknek az aratása befejeződött. Őszi árpából 7100 tonnás, az őszi búzából 126 ezer tonnás termést takarítottak be a gazdálkodók. A termés átlag hasonló az előző évihez, viszont a minőség átlagon felüli az idén. Ez egy közepes termésnek mondható, hogy közepestől egy kicsivel több, magasabb a mi megyénkben. Az országos átlag is e körül van ilyen tavalyi, vagy sok helyen nem ért el a tavalyi termést. Nálunk a búzának a minősége kiemelten magasra sikeredett most. A korábbi fajtákból jó termés átlagok voltak, akár a 70 vagy a 80 mázsát is elérte, a későbbi fajták a nagy szárazság miatt már ezek ilyen 40 mázsak körülre estek vissza. A búza mellett jelentős a vetés területe a tritikálénak is, amelyet elsősorban takarmánynak termesztenek. A 13 ezer hektáros területről 47 ezer tonnát takarítottak be, ami szintén jónak mondható. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy a malmok már érdeklődnek az idei jó minőségű búza iránt, és jelenleg 5100 forintot kínálnak érte, ami magasabb az előző évi árakhoz képest. Ez ilyen 5100 forint körül van most. Én úgy gondolom, hogy ilyen aratás alig befejezése után ez jónak mondható. Jelenleg még lekötések nem történtek, meg azok hangzottak itt a bizottság ülésen, de a malmok részéről nagy az érdeklődés. A titikálé ára is ilyen 4200-4500 forint körül van. Én úgy gondolom, hogy ez magasabb, mint az átlagostól. Az aratást követően a szalma betakarítása is a végéhez közeledik. Ezután fontos, hogy mindenütt megtörténjen a tarlóhántás, amely segíti a jó minőségű talajállapot kialakítását és a talajban lévő nedvesség megőrzését. Románia eddigi legnagyobb drogfogását jelentették be a bukaresti hatóságok. A nyomozók 330 kg, több mint 60%-os tisztaságú heroint foglaltak le a Pete-Csengersima közúti határátkelőnél, adta hírül az MTI. A heroin szállítmányt a csempészek Hollandiába akarták juttatni, ahol fekete piaci értéke eléri a 8 millió eurót. A drogot egy Magyarország felé tartó román rendszámú kamionban, Duplafalú üzemanyagtartályokban találták meg, írja a távirati iroda. A csempészek a rejtek helyeket ólomlemezekkel vonták be, hogy ne lehessen felfedezni az átvilágítás során, a kábítószer csomagokat pedig csípős paprikával és borssal kezelték, hogy a drogkereső kutyák se fogjanak szagot. A rendőrségi műveletet 4 éves nyomozás előzte meg, amelynek során a román rendőrök török, ukrán és nyugat-európai kollégákkal is együttműködtek. A heroin szállítmányt a csempészek Hollandiába akarták juttatni, ahol fekete piaci értéke eléri a 8 millió eurót, ha viszont sikerült volna 15%-os tisztaságú adagonként piacra dobni, ennek akár ötszörösét, 40 millió eurót is kifizettek volna érte a vásárlók. A hatóságok 2 román és 2 török állampolgárt vettek őrizetbe az ügyben, akik a korábban megszokottól eltérő útvonalat használták.
használtak. Az Afganisztánban beszerzett drogot nem a balkáni országokon keresztül szállították, hanem a Fekete-tengeren először Ukrajnába juttatták, onnan került az Európai Unió területére. A szállítmányt állítólag Szeretvásárnál léptették be Romániába, a többmázsányi heroint helikopterrel szállították Bukarestbe, írja az MTI. A Központi Nyomozó Főügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 18 pénzügyőrét hallgatta ki gyanúsítottként a záhonyi cigarettacsempészéssel összefüggésben, írja az Origo. A cikk szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult ügyben a főügyészség 25 helyszínen tartott házkutatást, majd 18 pénzügyőrt és 3 civil személyt hallgatott ki gyanúsítottként. A főügyészség felkérésére a terrorelhárítási központ műveleti egységeinek közreműködésével 21 személyt fogtak el. Az elfogott személyeket az ügyészség őrizetbe vette, az előzetes letartóztatásról később döntenek. Az Origo azt írja, a nyomozás adatai szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Záhonyi Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság állományába tartozó pénzügyőrök jogtalan előnyért, hivatali kötelességüket megszegve azzal segítették az Ukrajnából dohányárut Magyarországra csempésző személyeket, hogy szándékosan nem fették fel a beléptetett személyek gépkocsijában elrejtett ukrán eredetű dohányárut, olvasható a cikkben. 2010 óta folyamatos a hazai árvízvédelmi stratégia EU irányelvet is betartó megújítása. A munka keretében pontosítják az ár- és belvíz veszélyeztetettség mértékét, és a várható klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő programot dolgoznak ki. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Felső-Tisza vidéki helyzetről tartott szakmai fórumot Kisarban. 2007-ben az Európai Unió irányelvet fogadott el az árvízvédelemről. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányításával közel 5 éve tart a stratégia megújítása, amelynek kidolgozása során a szakemberek alkalmazkodnak a változó környezeti hatásokhoz. A területi elhelyezkedésből adódóan Magyarországon kiemelt jelentőségű az ár- és belvízvédelem kérdése. Tudjuk azt, hogy az országnak milyen az árvízi kitettsége. Alapvetően lehet itt visszautalni akár csak az elmúlt másfél évben bekövetkezett 2013. júniusi Dunai árvízre, amikor szinte az ország teljes területén megdőltek az eddig mért legnagyobb árvízszintek, de ugyanez érvényes a Felső-Tisza vidékére is, hiszen ez a térség itt az országban, Tisza vonatkozásában az árvizek által legjobban veszélyeztetett, hiszen itt lép be a Tisza Magyarország területére. Itt van az az adottsága, hogy nagyon rövid idő alatt, 24 óra alatt, akár 8-10 méteres vízszintemelkedés is bekövetkezik. Tehát nagyon-nagyon kevés idő áll rendelkezésre, egyáltalán a védekezésre való felkészülésre, és a szükséges védelmi létesítményeknek a kiépítésére. Az árvízvédelmi tervezési folyamat hosszú időt vesz igénybe, amit 3 ütemben hajtanak végre. Első lépésben az árvízi kockázatok becslése történt meg, ezt követően elkészítették a veszély- és kockázati térképeket, jelenleg pedig a kockázatkezelési tervek kidolgozása van folyamatban. Ezzel együtt az árvízvédelmi rendszerek folyamatos fejlesztés alatt állnak. Jelenleg 681 kilométernyi hosszú töltésszakasz van kiépítve, ebből 541 kilométer hosszúsága az elsőrendű árvízvédelmi töltés, csak nem 100 kilométer hosszúságú másodrendű árvízvédelmi töltésekkel rendelkezünk. Ezek között szerepel az árapasztótározóknak a töltései, illetve a Szalmos túr között megvalósult zárógát, amelynek a célja, hogy a Romániában esetlegesen gátszakadásból érkező vizeket a magyarországi területektől távol tartsa. Az árvízvédelmi referens hozzátette, a Felső-Tisza területén nagyobb arányú, közel 70 kilométeres töltésfejlesztés szükséges még, árvízi tározók építése pedig még folyamatban van. Nyíregyházán is megkezdődött a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Liga szakszervezetek aláírásgyűjtési akciója, amellyel támogatják a népszavazási kezdeményezést, hogy a férfiak hasonlóan a nőkhöz 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehessenek. Az országos akció november 2-áig tart, addig legalább 200 ezer hiteles aláírást kell összegyűjteni, hogy népszavazást írhassanak ki a kérdésben. A női munkavállalóknak, hál' Istennek történt egy ilyen kedvező lehetőség, hogy 40 éves munkaviszony után elmehetnek nyugdíjba, de valamilyen szinten a férfi munkavállalókról megfeledkeztek. Ma Magyarországon egy férfi munkavállaló
60 éves korában sajnos olyan egészségi állapotban van, amilyenben tudjuk Magyarországon, különösen Szabolcsban, de hát ez nem egy Szabolcs, ez egy országos történet, milyen az egészségügyi ellátás. Tudjuk, hogy ma egy férfi munkavállaló legritkább esetben dolgozik 8 órát. Csökkenti bruttó 5 forinttal a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. A csökkentéssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 374-375 forintra, a gázolajé pedig 359-360 forintra mérséklődik. Legutóbb szerdán változtak az árak, akkor bruttó 2-2 forinttal csökkent az üzemanyagok ára. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Saját forrásból épített játszóteret a strand területére a leveleki önkormányzat. A nagyközség turizmusáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Új légióst szerződtetett a Marsó-Nyíregyháza együttese. Az élvonalbeli férfi kosárlabda csapat a 26 éves, 203 cm magas, 105 kg súlyú bosnyák Haris Staric személyében találta meg a 4-es poszton bevethető játékosát. Sitko Ernő együttese hétfőn kezdi meg a felkészülést a következő szezonra. A jövő hét végén rajtol a megyei futball szezon, amelynek felvezetéseként szombaton rendezik meg Nyírbátorban a bajnokok tornáját. Az eseményen a megyei első osztály, a 3 másod, valamint az 5 harmadosztályú csoport legutóbbi győztese mérkőzik meg a bajnokok bajnoka címért. Saját forrásból épített játszóteret a strand területére Levelek nagyközség önkormányzata. A vendégek számára a strandhoz közeli kempingben a sátorhelyek mellett már összesen 60 főt tudnak elszállásolni, kőházakban, kiépített áram- és vízellátással. Röplabdapálya, zuhanyzók, öltözők, játszótéri alkalmatosságok és bérelhető napozó ágyak is várják a Levelekre látogatókat. A megyeszékhelytől 20 km távolságra található tóparti strand kánikulában évek óta népszerű a fürdőzők körében. Éppen ezért az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik fejleszteni az üzemeltetése alatt álló tócentrumot. A közelmúltban sikerült a hátamnál látható játszótérre beruházni az önkormányzat Levelek Kft.-nek, a Levelek település önkormányzatának segítségével. Azt kell tudni erről a játszótérről, hogy égetően fontosnak találtuk már a tavalyi évben is, hogy a kisgyermekes családok, akik ide látogatnak hozzánk, el tudják vinni a gyereküket egy pár percre szórakozni, hogy maga a strandolás ne csak arról szóljon, hogy kijönnek, belemennek a vízbe, egy kicsit napoznak, és akkor nincsen semmilyen más elfoglaltsága a családnak. A több mint 2 hektáros strandon homokos röplabdapálya, felfújható vízigömb, vízibicikli és kajakkenuzási lehetőség várja a vendégeket. A strand mellett szörfkikötő található, valamint egy drótköteles végbord és vízisípálya is várja a vízisportok szerelmeseit. Levelek nagyközség önkormányzata rendelkezik egy nagy kempinggel, egy közel 3 hektáros kempinggel, amelyben nem csak sátorozási lehetőség van most már, hanem akár 60 főnek zárt épületben egy szállást tudunk biztosítani. Ezeket az épületeket elsősorban diákok hasznosítják, nagyon sok tábor, akár nemzetközi táborok, helyi táborok, illetve egyházi táborok is zajlanak. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is Leveleken töltik a szünidő egy részét azok a gyerekek, akik számára a Baktalórendházi Kistérség gyermekesség programjában szerveznek táborokat. Új légióst szerződtetett a Marsó-Nyíregyháza együttese. Az élvonalbeli férfi kosárlabda csapat a 26 éves, 203 cm magas, 105 kg súlyú bosnyák Haris Staric személyében találta meg a 4-es poszton bevethető játékosát. Sitko Ernő együttese hétfőn kezdi meg a felkészülést a következő szezonra. A következő szezonra érvényes szabályok szerint 5 olyan játékos szerepelhet egy csapatban, aki nem számít magyar állampolgárnak. Ilyen megítélés alá esik az egyébként magyar papírokkal is rendelkező Bráne Szavics, aki így betölt egy légiós helyet a nyíregyházi csapatnál. Csütörtökön elkelt egy másik hely is, a klub ugyanis szerződés kötött a legutóbb Bahreinben kosarazó bosnyák Haris Stariccsal.
Azért esetül el a választás, mert egy olyan menedzsertől érkezett az ajánlása, akivel régebben játszottam is együtt, és eddig még nekünk rossz játékos nem küldött, és nagyon esküdözik arra, hogy ő egy extrán jó játékos, és higgyem el, hogy a bajnokság egyik legjobb játékosa lesz itt Nyíregyházán. Aztán utána természetesen megnéztük a statisztikáit, a játékát, a videófelvételek alapján, a munkáját, az edzésen kívül, a kosárlabda pályán kívüli edzésen végzett munkáját, és ez alapján döntöttünk úgy, hogy úgy gondoljuk, hogy a csapatunknak hasznos tagja lesz, és idehozzuk őt Nyíregyházára. Remélem, hogy majd a mérkőzéseken is fogja igazolni ezt a bizalmat, amit a menedzsere és amit már mi is táplálunk irányába. A nyíregyházi csapatnál még két légiós hely kiadó, kiszemeltek már vannak, de a szakmai stáb nem akarja elsietni a döntést. A palánk alatti területet szeretném még megerősíteni. Rekli Józsi érkezésével már sokkal erősebbek leszünk a lepattanóban, illetve az új bosnyák srác is nagyon dinamikus és erősen támadja a lepattanókat, de még egy segítséget mindenképpen szeretnék a palánk alá, és a Ronnie Taylor helyére egy 2-es-1-es játékos mindenféleképpen szükséges. Azt mondanám, hogy a 2-es-1-es az, ami a következő lépés. Van már rá kiszemeltünk, úgy gondolom, hogy jó választás, csak meg kell egyezni vele. És ha augusztus közepén, inkább a végén látom, hogy a bosnyák srác, illetve a 2-es-1-es hogyan illeszkedik, és hol hiányzik még a csapatból egy légiós, akkor dönteném el, hogy 3-as lesz az, aki még érkezik a csapathoz, vagy 5-ös játékos lesz az, aki érkezik hozzánk. A Marsó Nyíregyháza hétfőn kezdi el a felkészülést, Tarics augusztus 17-én, az U16-os Európa-bajnokságra készülő Fazekas Csaba pedig a kontinens torna után csatlakozik a kerethez. A jövő hétvégén rajtol a megyei futballszezon, amelynek felvezetéseként szombaton rendezik meg Nyírbátorban a bajnokok tornáját. Az eseményen a megyei első osztálya 3-másod, valamint az 5-harmadosztályú csoport legutóbbi győztese mérkőzik meg a bajnokok bajnoka címért. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága néhány éves szünet után élesztette fel a korábbi hagyományt, mely szerint a különböző osztályok bajnokai megmérkőznek egymással a nyári szünetben. Szombaton Nyírbátorban a megyei első osztályban aranyérmes Tuzsér, a 3-másodosztályú bajnok, a Sényű, a Nagyecser és a Máté Szalka, valamint az 5-harmadosztályú legjobb, a Ramocsaháza, a Nábrád, a Tiszabercel, a Lövőpetri és a Nyírlugos lép pályára, hogy 2x25 perces meccseken eldöntse az abszolút elsőség sorsát. Azért tartottuk fontos, mert végül is egy adott esemény, ami a megyét mozgatja meg, és pláne a legjobb csapatokat tudjuk megmozgósítani, az kiemelt fontossága, azt gondolom, az igazgatóságnak is, mert meg ott a legjobbak gyűlnek össze, azt gondolom a szakmailag is, és azt gondolom, hogy emberileg is egy olyan lehetőséget tudunk összerakni, illetve megismerkedni még jobban egymással, illetve kibontani azokat a problémákat, ami azt gondolom mindenkinek fontos, és egy ilyen környezetben, egy ilyen helyen meg, azt gondolom, ezt meg tudjuk tenni. A megyei igazgatóságon egyébként minden készen áll a szezonkezdésre, amelyre a harmadosztályú csapatok egy-egy laptoppal is gazdagabbak lesznek, így amikor szükséges lesz, kapcsolódni tudnak majd az MLS informatikai rendszeréhez. Amit szeretnénk, hogy a megye 3-as csapatoknak egy olyan lehetőséget biztosítunk, egy olyan átállást, ami a laptopok, illetve az internet világában most már nagyon fontos. Egy új rendszerre fog áttérni az MLS, ami decembertől fog bekövetkezni, és szeretnénk őket felkészíteni. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a megye 3-as csapatokat fel tudjuk zárkóztatni, nem csak elektronikusan, hanem egyéb szempontok alapján is. A jövő hét végén kezdődő bajnokságban a megyében a 3 osztály 8 csoportjában 138 csapat vág majd neki a pontvadászatnak. A szombati és vasárnapi fordulók zökkenőmentes lebonyolításáról 180 játékvezető gondoskodik majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Befejeződött az árpa és a búza aratása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A kétfajta kalászosból összesen 134 ezer tonnát takarítottak be a gazdák, ez több, mint az elmúlt évi termés. Az ország más területeivel ellentétben a térségben az őszi búza minősége jobb az átlagostól. Az Agrárkamara elnöke elmondta, a malmok már érdeklődnek az idei jó minőségű gabona iránt, és jelenleg 5100 forintot kínálnak érte mázsánként, ami magasabb az előző évi árakhoz képest. Románia eddigi legnagyobb drogfogását jelentették be a bukaresti hatóságok. A nyomozók 330 kg több mint 60%-os tisztaságú heroint foglaltak le a Petecsenger-Sima közúti határátkelőnél. A drogot egy Magyarország felé tartó román rendszámú kamionban, dupla falu üzemanyagtartályokban találták meg.
2010 óta folyamatos a hazai árvízvédelmi stratégia EU irányelvet is betartó megújítása. A munka keretében pontosítják az ár- és belvíz veszélyeztetettség mértékét, és a várható klímaváltozás hatásait is figyelembe vevő programot dolgoznak ki. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Felső-Tisza vidéki helyzetről tartott szakmai fórumot Kisarban. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. Friss hírekkel természetesen péntek este is jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már melegebb, de változékony időre számíthatunk. Pénteken elhagyja a térségünket a napok óta a közelünkben hullámzó frontzóna. Nyomában már szárazabb és melegebb léghullámok érkeznek fölénk, ezért holnaptól ismét erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, kisebb eső előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben délelőttől felszakadozik, csökken a felhőzet, majd időnkénti felhősödés várható, legfeljebb eleinte lehet kisebb eső. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Meleg nyári idő várható a hétvégén, de a szombati derült napos, csapadékmentes idő után vasárnap több helyen várható zápor, zivatar. A jövő héten csökken a csapadék hajlam, egyre több lesz a napsütés és erősödik a nappali felmelegedés. Kettől már 30 fok feletti maximumokra számíthatunk, visszatér a kánikula.